Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hagyd soroljam fel a posztokat, hiszen már mindenkivel tetszettek találkozni. És meg kell, hogy alapítsam, hogy ez a szomszédolás nagyon-nagyon jól sikerült az idén is, tehát ezt mindenképpen meg kell tartani, és köszönet a szomszédoknak, hogy így befogadják a ide látogató vendégeket, és kiváló produkciókat láthattunk. Gratulálok, köszönet ezért. Tényleg csordultig lehet a szívünk most már a dallamokkal és a szép versekkel, és a sokszor elhangzó szeretettel. Tisztelt jelenlévők, az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat nevében én is nagyon sok szeretettel gratulálok, és azt kívánom, hogy minden egyes nap legyen egy ünnep, ne csak október 1-e, ami ki lett nevezve 1991-ben az ENSZ által az idősek világnapjára, hanem minden áldott nap. Úgy gondolom, hogy aki az idősek világnapján gondol azokra az emberekre, akik az életük jó részét, hosszú-hosszú évtizedeket munkával töltötték el, az jól teszi, és én úgy hiszem, hogy aki gondol az idősebbekre, mindig eszébe jutnak a szülei, nagyszülei, hiszen ők adtak egy olyan támpontot mindenki számára, ami követendő, egy olyan utat, támogatást, segítséget, amit soha nem lehet kellőképpen megköszönni. Ez a nap a köszönet jele, de szerencsére olyan kiváló munkatársak vannak körünkben, és az egyáltalán az intézmény hálózatban, akik én úgy hiszem, hogy szürke hétköznapokat is meg tudják szívesíteni. És ez örömteli számunkra, hisz nekünk az a célunk, hogy az életminősége itt ebben a városban mindenkinek jó legyen, legyen az idősebb vagy fiatalabb. Azt kívánom, hogy legyen lehetőségünk, anyagi lehetőségünk elsősorban tovább is ezt a segítséget nyújtani és folytatni, hiszen a lelkünk az teljesen nyitott, és olyan módon gondolkozunk, hogy támogatjuk továbbra is az összes korosztályt, természetesen az idősebbeket elsősorban véve. Hiszen, mint mondtam, ha valakinek köszönhetünk dolgokat, azok bizony azok, akik példát mutattak életükkel, életpályáikkal. Nagyon sok szép gondolat elhangzott a mai napon, én is szeretnék ehhez csatlakozni, és valóban az előttem szólókhoz hasonlóan csak azt kívánom önöknek, hogy minden percet, minden pillanatot, napokat és hónapokat, éveket, erőben és nagyon-nagyon jó egészségben tessenek tölteni. Köszönöm. Köszönöm.